Erdős Pál, a 20. század egyik legjelentősebb matematikusa nevét viseli mostantól a Nagytétényi úti ELTE kollégium. A digitális jólét program keretében megrendezett konferenciát követően leplezték le az emléktáblát. Előadást tartott dr. Darázs Lénárt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem általános rektorhelyettese és Németh Zsolt országgyűlési képviselő, aki a hálózatok szerepéről beszélt a diplomácia világában. Erdős Pál a magyar matematika és hálózatkutatásnak egy nagyon nagy alakja, és immáron nincs olyan állami terület, de üzleti terület se, ahol ne lenne a hálózatkutatásnak nagy jelentősége. A külpolitikán belül mi a stratégiai tervezési munkánkba egyre többször tudjuk alkalmazni ezeket az adatalapú döntéshozatalt előkészítő, megalapozó ismereteket. Különösen fontos a terrorizmus elleni küzdelemben, az embercsempészet elleni küzdelemben, a különféle kiberbiztonsági kérdésekben, és azt kell látni, hogy egy nagyon komoly versenyfutás van ezeken a területeken a nem állami szereplők, gyakran a piaci szereplők és az államok között, és az államoknak a nemzetközi szervezetei között. Úgy vélem, hogy ebben a versenyfutásban csak akkor fogunk tudni eredményesek lenni, hogyha a kormányzat megfelelőképpen kialakítja ezeket a digitális képességeit, így a külpolitikai döntéshozatalba is tudja ezt integrálni. Felszólalt még dr. Szócska Miklós, a Semmelweis Egyetem egészségügyi közszolgálati kar dékánja, valamint dr. Sójer Gyula, az Eötvös Loránd Tudományegyetem kancellárja, és dr. Gál András Levente, a digitális jólétprogram szakmai vezetője is.